A június 14-i városi ünnepségen elismerő oklevél kitüntetésben részesült az 50 éves Dinosaurus Band. Vecsés egyik legrégebbi rockzenekara jubileumi születésnapját ünnepelte szombaton a Bálint Ágnes Kulturális Központ előtti téren, ahová számos vendégművészt is meghívott a színpadra. Megható volt a koncert, hogy azért 50 évet végigmúzsált a zenekar. Amikor mi elkezdtük 73-ban, nem hittük volna, hát még iskolások voltunk, hogy majd 50 év múlva fog még működni ez a zenekar. Abban az időben itt Vecsésen kezdtük a régi művelési házba, akkor még úgy hívták, hogy József ez a művelési ház, és az apropója a dolognak, hogy többször koncerteztünk azóta is ott abban a műfázban, de most a jubileumi koncertet itt a Bálint Ágnes Kulturális Központ előtt rendeztük meg. Nagy munka volt, de megérte. Feléptek olyan zenészek, akik végig muzsikálták a zenekart, és voltak olyan zenészek, akik csak beugró zenészek voltak. Tehát ezt tudni kell, hogy ez a zenekar, ez nem főállásban, ez egy amatőr zenekar volt, amatőr zenekar is marad, és sokszor olyan koncertek vannak, amikor a zenészek dolgoznak. Ilyenkor van az, hogy akkor külső zenészek beugranak helyettesíteni, vagy a dobost, vagy a gitárost, vagy a billentyűs, vagy az énekest, na, ezeket a zenészeket is meghívtuk erre a koncertre, és volt még egy csapat, a 2000-es évi csapatunk, azok majdnem 10 évig játszottak együtt, együtt muzsikáltak, és ezzel a csapattal voltunk kint annak idején Erdélyben is koncertezni. És nyilvánvaló, hogy a főműsorban jelenlegi zenekar adott egy nagyszabású koncertet. A fináléba mindenki följött a színpadra, és akkor én mindenkinek átadtam egy köszönő oklevelet, hogy részt vettek ebbe a csapat munkába, és hát annak idején együtt tudtunk muzsikálni. Úgy szerveztük még ezt a koncertet, hogy legyen azért egy moderátor. Magó Laci volt a moderátor, nem hiába kértem már többször föl Magó Laci. Abban az időben, a 70-es években volt a műfaj igazgató, és nagyon sok mindent tudott abban az időből visszaemlékezni, hogy milyen is volt akkori fiatalság, még hogyan szóltak akkor a zenék itt Vecsésen. Úgyhogy ő volt a moderátor, és nagyon lelkes különbség volt. Tehát eljöttek a régiek is, akik annak idején jártak hozzánk táncolni, 70-es években. Én azt tudom mondani, hogy ezek a zenészek, ezek amíg bírják, addig még fognak zenélni. És ami megható volt, hogy voltak olyan dolgok, amikor régi ismerősökkel találkoztam, tehát úgy, hogy nem láttam már 20 éve, vagy 30 éve, és egymásra borultunk. Meg hát persze sajnos vannak olyan zenészek, akik már nincsenek köztünk, tehát azonnak is elhangzott egy szám, és arra is emlékeztünk fönn a színpadon. Amikor az ember így górcső alá vesz 50 évet, és kiviszi a közönség elé, és átélik újra azokat a dalokat, amelyeket annak idején előadtak, utána a rákövetkező hétfőn vagy kedden, a következő próba napján, mi az, ami új erőt ad, új lendületet az elkövetkezendő 50 évhez? Hát én magam egyszerűen, amikor az utolsó számot játszottam, maradon törtem a fejemet, hogy most hétvégén már Mondoron fogunk játszani egy sörfesztiválon, tehát én arra koncentráltam. De ami még nagyon megható volt visszatérve a koncertre, hogy Kistóth János és Alatyányi Pista nyitotta meg ezt a koncertet, és Pista átadott egy jelképesen egy oklevelet, amit annak idején a zenekar kapott a Városi Ünnepségen egy ismerő oklevelet. Ez nagyon megtisztelő részünkről, és köszönjük a város vezetésének, hogy azért vannak olyan dolgok, amikor egy rockzenekar tüntetnek ki egy oklevéllel a munkásságuk miatt. Büszkék vagyunk rá, hogy azért itt a Pest megyében nagyon kevés rockzenekar mondhatja, hogy 50 éve a rock színpadán dolgozik és koncertezik. Ezzel is visszük Vecsésváros hírnevét, én úgy gondolom. És még egyszer is nagyon szépen köszönjük a zenekar nevében, hogy ezt az elismerést mi megkaptuk a várostól. Ha lehet így fogalmazni, akkor hogyan folytatódik majd a Dinosaurus turné az elkövetkezendő időszakban? Hát ez nagyon megtisztelő, hogy azt mondod, hogy turné. Örülök, köszönöm szépen. A következő fellépésünk Mondoron lesz majd egy sörfesztiválon, majd megyünk Gombára, megyünk Budapestre, de a legnagyobb fellépésünk, amire már időzében már egy éve készülünk, az egy közös koncertünk lesz a P-Mobil zenekarral, hisz ők is 50 évesek ebben az évben, mármint a P-Mobil név, mert ők előtte Gezara néven már szerepeltek, tehát ők is 50 évesek,
és a dinoszaurusz band is 50 éves, és egy közös koncertet fogunk adni, egy ingyenes koncertet itt Recsésen, szeptember 9-én, amire mindenki szeretettel várunk, tehát arra közösen készülünk. Én jelen pillanatban most megyek egy P-mobil táborba, meg vagyok hívva, ott Lórival még egyeztetek, hogy hogy és mint lesznek a dolgok, és közben meg hát intéznem kell az ennek a ügyeit, mert hát össze is lesznek koncertek, vége lesznek a fesztiváloknak, indulnak a benti pub koncertek, ahol Budapestre, meg más településekre is meg vagyunk hívva, úgyhogy gőzelővel dolgozunk, ameddig bírunk, addig zenélünk. Csillagok hullnak, születnek újra, és te messze jön.